Ügydömping volt 2015-ben a bíróságokon. A Nyíregyházi Bíróságon 120 bíró dolgozik. Szinte minden ügyszakaszban emelkedett az ügymennyiség az ország második legleterheltebb bírósága a Nyíregyházi. Ebben az évben a deviza hiteles perek, az elszámolással összefüggő ügyek és nem utolsó sorban a migrációs eljárások nehezítették a bíróságok munkáját, valamint a PTK változása kapcsán a civil szervezetekkel összefüggő ügyek. Kimagaslóan sok ügy érkezett, ez a civil szervezetek tehát az egyesületek, alapítványokkal kapcsolatban az új polgári törvénykönyv igényelt különböző jogi lépéseket a szervezetek részéről, és hogyha ezt nem tették meg, akkor ügyészség törvényességi felügyeleti eljárás keretében pert kezdeményezett megszüntetés egyéb intézkedés véget. Itt három hónap alatt 700, azaz 720 ügy érkezett peres ügy a törvényszékre, most csak összehasonlításképpen, hogy egész évben érkezik összesen ennyi ügy, vagy még ennyi el nem érő peres ügy a törvényszék polgári ügyszak elsőfokú ügyszakában. Négy-öt hónap alatt a járásbíróságokkal együtt ezeket az ügyeket feldolgozta a bírósági szervezet. A deviza hiteles ügyekre egy hosszabb kihagyás után ugyanis azok fel voltak függesztve, ismételten szeptembertől tértek vissza a bíróságok. Az országos bírói hivatal arra törekszik, hogy a korszerű informatikai és programfejlesztéssel könnyítsa a testületek munkáját. Tervezik a táv meghallgatás elterjesztését, amelynek előnye, hogy költséghatékony gyors és csökkenti a munkaterhet. Ennek mondjuk azért van jelentősége, mert azért Európában vagyunk, és mondjuk Hollandiában, Németországban vannak tanúk, olyanok, akik a mi ügyeinkben kellene, hogy nyilatkozzanak. Nem kell ideutaztatni, nem kell fizetni az úti költséget, a kieső idejét. Tehát ennek nagy jelentősége volna, működik ezzel kapcsolatban bírósági szervezeten belül egy munkacsoport, akik azt vizsgálják, hogy esetleg büntetésvégrajtási intézetben tartózkodó vádlottak vagy elítélteket hát nem kell, akkor ha ha majdan lesz rá lehetőség bíróságra beszállítani, hanem ott kiépített technikai eszköz eléültetik, és úgy lehetne kérdezni. Nyakó Zsuzsanna elmondta, a nyíregyházi törvényszéken egy bírósági titkár és egy bírósági ügyintéző, aki végrehajtási eljárásban járhat el, segítik a bírók munkáját, illetve az ítélkezést is. Mert hogy polgári ügyszakaszban egy bíróra 100-200 közötti ügymennyiség jut, büntető bírók esetében 80-100 per egy évben.